Sziasztok! Havasi Gábor vagyok, Budafok-Tétény polgármester jelöltje és Budapest egészségügyi tanácsnoka. Itt vagyok a Városháza udvarán, hogy beszámoljak nektek arról, mik történtek az elmúlt időszakban. Mert a Momentum fővárosi képviselőivel hisszük, hogy ez az a Budapest, ami szolidáris, zöld és szabad. Terézvárosban mostantól albérlet támogatással segítjük megakadályozni, hogy pedagógusok, szociális dolgozók és rendőrök hagyják el a pályájukat. 3 éven át havi bruttó 150 ezer forintos albérlet támogatást nyújtunk 18 munkavállalónak. Elkeserítő ugyanis látni, hogy hány tanár kényszerül elhagyni a pályát, mert úgy érzi, nincs megbecsülve sem erkölcsileg, sem anyagilag, a státusztörvénynél pedig még rosszabb helyzetbe kerültek. Soproni Tamás, terézvárosi polgármesterünk ezért kezdeményezte, hogy 3 éven át támogatást nyújtsanak nekik. A 6. kerületben nem csak a most megszavazott albérlet támogatással segítik az említett területen dolgozókat, hanem bérkiegészítéssel, bérenkívüli juttatásokkal, szolgálati lakásokkal és egyre javuló munkakörülményekkel is. Mert ez az a Budapest, ami szolidáris. Az elmúlt hónapok kormányzati megszorításai mindenkit sújtanak, és jelentős terheket rónak a magyar családokra is. Ebben a drámai helyzetben Józsefvárosban is gondoskodunk a bajba jutottakról. A Pikó András által vezetett kerület jelentős családvédelmi intézkedéseket indított el. Szeptembertől bölcsödésztetési támogatás ezett be az önkormányzat, melynek összege 60 ezer forint évente. Háromszorosára emelkedik az iskolakezdési támogatás is, amely év végéig váltható be, illetve minden 8. kerületi rászoruló fiatal BKK bérletet is kap Józsefvárostól. Mert ez az a Budapest, ami segít. A nyár tökéletes alkalom, hogy meglátogassunk ingyenes, szabadtéri rendezvényeket Budapest szerte. A Budapest Brand támogatásával a Budapest Tuning felhívás keretében valósult meg a 22. kerületben a Nagytétényi Art tér, a Közösség Dél-Budáért Egyesület szervezésében. Egy olyan közösségi teret és eseménysorozatot hozott létre az Egyesület, amely beavatkozásmentesen, természeti értékeket tiszteletben tartva teremt életet a folyóparton. Júliustól egészen szeptember végéig számos művészeti, közösségi és zenei programmal vár benneteket a Nagytétényi Art tér, találkozzunk ott! Aki egy kis napvégi kikapcsolódásra is vágyik, az pedig ellátogathat a hétköznap is megnyitott pesti rakpartra, ahol autófüsttől mentesen élvezhetitek a naplementét ismerőseitekkel, utána pedig látogassatok el a Városháza parkba is, ahol a kertmoziban közösen nézhetitek meg kedvenc filmjeiteket. Mert ez az a Budapest, ami mindenkié. Többek között ezek történtek júliusban Budapesten. Ha kíváncsiak vagytok a Momentummal kapcsolatos hírekre, kérlek, hogy kövessétek a Momentum YouTube csatornáját és a Momentum Budapest Facebook oldalát. Ne felejtjétek, ez az a Budapest.